akit illet minden dicsőség, tisztelet és imádás az ő kezdet nélkül atyával, legszentebb jóságos elevenítő lelkével együtt most mindenkor és örökkön örökké. Amen. Idén is összefogtak a Kárpát-medence gazdái a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem elnevezésű program keretein belül. A kezdeményezés 2011-ben indult útnak Pécsről, melyhez minden évben számos gazda és támogató egyesület is csatlakozik. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke elmondta, Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence magyarok lakta településeiről ajánlanak fel búzát a gazdálkodók. A mozgalom indulásakor körülbelül 10 tonna gabona gyűlt össze, de az elmúlt években ez a mennyiség már túllépte az 1000 tonnát is. A program keretében a Kárpát-medence magyar lakta településeiről ajánlanak fel gazdák az általuk megtermelt búzából. A learatott adománynak szánt terményt minden évben gyűjtőpontokra visszük. Tolna megyében az eddigi évekhez hasonlóan 4 gyűjtőpont működik. Tamásiban, Őcsényben, Bölcskén és Dalmandon vannak gyűjtőpontok, melyeken augusztus 20-áig várják a gazdák felajánlásait. Ezután a Dunaföldvári Malomba szállítják az adományokat, ahol őrlésre kerülnek majd. Ezt a lisztet fogják majd megkapni az adományban részesülő szervezetek, akik karitatív célra fogják tovább ajándékozni. Az adományozó ünnepségre szeptember 2. felében fog sor kerülni Tolna megyében, és idén a Máltai Szeretett Szolgálat Tolna megyei csoportjain keresztül szeretnénk eljuttatni az adományt a rászoruló családokhoz. A tavalyi évben összesen 9,3 tonna adománybúza gyűlt össze. Az idei cél meghaladni ezt a mennyiséget. A Magyarok Kenyere program pénzadományokkal is támogatható, valamint a személyi jövedelemadó 1%-a is felajánlható erre a célra.